Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, miről szól mai magazinunk. Buszcsere Bálta-Apátiban, a régi jármű Erdélyben teljesít majd szolgálatot. Több mint 210 millió forintból újul meg közel 2,5 kilométeren a Nagymányoki csapadékvízelvezető rendszer. 60 millió forintos topos pályázatból valósult meg a lengyeli faluház felújítása. Játékos környezetvédelmi vetélkedő volt Cikón. Bicikliút épül Kakasd és Szép Tölgyes között. A Magyar Falu programnak köszönhetően ezúttal Bálta-Apáti nyert új kis buszt, amivel a falugondnoki szolgálat látja el a jövőben a napi feladatokat. A település régi járműve a határon túlra került, az erdélyi Magyar Lapádon teljesít a továbbiakban szolgálatot. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu program legsikeresebb része a falubusz pályázatoké. A Magyar Falu program nyit lehetőséget arra, hogy a települések új gépjárművekre pályázhassanak, plusz pontot jelent a pályázatnál, ha cserébe felajánlják sajátjukat egy határon túli közösségnek. Ez történt Bálta-Apátiban is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, egyre több település él ezzel a lehetőséggel. A Magyar Falu program egyik legközkedveltebb pályázata a kisbusz beszerzése. Általában a falugondoki szolgálatoknak a támogatására használják ezeket a kisbuszokat, az újakat, régieket is egyébként, de segítenek a gyermekszállításba, idősek eljutatását, oldják meg piacra, orvoshoz, patikába, társadalmi rendezvényekre, és egyesületi szinten is segíti egy-egy településnek az életét. Az én körzetemben eddig már 29 ilyen kis busznak a beszerzése vált lehetővé a Magyar Falu programból. Krahun Szilárd bálta-apáti polgármestere és Sipos Ferenc a Magyar Lapádi Etnikai Kulturális Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a szerződést, melynek értelmében a Völtségi Település falubusza az erdélyi civil szervezet tulajdonába került. A kapcsolat az államtitkár úrról keresztül kezdődött, és tavaly pályáztunk falugondnoki buszra. Eddig az állása volt betöltve Bálta-Apátiban, tehát nem volt Bálta-Apátinak falugondoka, tehát megpályáztuk ezt a státuszt, falugondokunk lett, utána pedig egy buszra pályáztunk, államtitkár úr közrejárásával szerencsésen nyertünk ezen a pályázaton egy új falugondoki buszt, és a régit pedig úgy gondoltuk, hogy akkor azt egy erdélyi településen meg fogjuk ajándékozni, ahol ez a busz jó szolgálatot fog végezni, hiszen elsősorban gyerekeket fogja a kollégiumba szállítani, hazaszállítani, tehát ilyen közösségi célt fog szolgálni. Sipos Ferenc, a Magyar Lapádi szervezet vezetője azt mondta, hihetetlen segítség az ajándék számukra, hiszen nagyon sok gyermek utaztatását kell megoldaniuk. Magyar Lapádon egy nagyon szerencsés helyzet alakult ki, ugyanis a Magyar Lapádi Református Egyházközség, az Etnika-Kulturális Alapítvány és a vállalkozói szféra közös erővel létrehoztunk egy szorványkollégiumot, ahol a környék gyerekeit kollégiumban szállásoljuk, enni adunk nekiek, tanítjuk, hogy a Magyar Lapádi magyar iskolának ne szűnjen meg a magyar jellege. Ezek a gyerekek olyan helyiségekből jöttek, ahol már nincs lehetőségük magyarul tanulni, és mi ezt felvállaltuk közös erővel, hogy ezt megtesszük, hogy ők magyarul tudjanak tanulni. Na most ez a kis busz nyilván, hogy nagyon hasznos lesz a kollégium számára, az egyházunk számára, és mondjuk a vállalkozóknak olyan esetekben, amikor kirándulni akarják vinni a munkásaikat, akik mondjuk egy tanulmányi útra mennek, vagy konferenciára valahol, vagy éppenséggel az egyház kórusa akar menni, fölépni, akkor szívesen adjuk, hogy menjenek, és ezeket a tevékenységeket meg tudják valósítani. Az autó átadása után tárgyalások kezdődtek a jövőbeni együttműködésről.
Trahun Szilárd polgármester úgy fogalmazott, nincs messze a lehetősége a testvérvárosi szerződés aláírásának sem. Több mint 210 millió forintból újul meg közel 2,5 kilométeren a Nagymányoki csapadékvíz elvezető rendszer. A felújítási munkálatokkal párhuzamosan zajlik a vízhálózat elavult csöveinek a cseréje. A projekthez tartozik még, hogy új járda és út is épül majd a településen. Ezekkel a munkagépekkel dolgoznak a Nagymányoki vízelvezető rendszer felújításán. Az elmúlt 60 évben a csapadékvíz tárolására és elvezetésére szolgáló csatorna nem került felújításra. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően azonban több mint 210 millió forintból elkezdődtek a korszerűsítési munkálatok. A Nagymányok új telepi részén vagyunk, ami már nem olyan új, mert pont annyi idős, mint én, 56-57-ben épült, és azóta gyakorlatilag nem történt semmi, úgyhogy egy teljes rekonstrukciós sorozaton megyünk át, úgyhogy most minden utcában fölfordulás van, úgyhogy a lakók türelmére számítunk is. Gyakorlatilag nyertünk 211 néhány milliót a csapadékvíz rendezésre, ami nagyon fontos, mert ennek a településében szinte nincs lejtés, tehát 8 centikről beszélünk. De ezzel párhuzamosan ki kell cserélnünk az ivóvízvezetéket, mert az még eternit csöves, ez saját kivitelezésből megy, mint egy 12-13 millió forintból, plusz áfa természetesen. Akkor nyertünk útra 40 millió forintot, úgyhogy ha kész vannak a közművek, akkor utat építenénk, és van egy 9 millió körüli nyertes pályázatunk a járdákra. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a település résznek legalábbis a főutca része, és az infrastruktúra része ezen a része teljesen megújul. Egy burkolt árok lesz végig, még új hidakkal megy, a magasságok sem jók, tehát mindent föl kell bontani, visszaépíteni. Ahol mély az árakat korlátok, tehát egy nagyon kultúrát, nagyon szép munka. Hozzátette, a csatornázási munkálatok előre haladtával lehetőség nyílik a vízvezetékek cseréjére, majd a járdák és kapubejárók felújítására. A járdaépítés az valószínűleg saját kivitelezésben lesz, az útépítés az reméljük, hogy egy 3-4 napos téma lesz, előkészítést mi megcsináljuk. Én bízom benne, hogy a lakók is elégedettek lesznek, mert most kibírhatatlan a helyzet, egyre rosszabb, de hát ebben a 2-3 hónapban sok-sok türelem lesz szükség, de bízunk benne, hogy gyönyörűséges lesz. Biztonságossá teszi a csapadékvíz, illetve árvízi helyzetet, az ivóvízellátás, mert mondom, egy eternicsöves hálózat, egyrészt hogy tudjuk, hogy nem túl egészséges, másrészt meghibásodások száma exponenciálisan nő, ahogy az idő telik. A járda az egy komfort, meg hát szép. Továbbá arról mesélt, hogy nem lehetett halogatni a vízelvezető megújítását, mert a kotrás és a rendszeres kaszálás sem nyújtott tartós megoldást. Ugye az utolsó 5 év az aszályos volt, de 10-12 évvel ezelőtt küzdöttünk szivattyúkkal, hirtelen árok kaparása mindennel, mert mivel hát megteltek 56 óta ezek az árok, fölteltek, eliszapolódtak, nem funkcionált már normál, átereszek eltömődtek, ezt most mind meg kell csinálnunk. A mélyebb árkokat, tehát ami önkormányzati területen volt, azokat még mi tartottuk karba, de itt már a normál karbantartás nem igazán segít. Tehát itt most egy teljes rekonstrukció. És hát a burkolt árak, ugye ez egyrészt könnyebb karbantartani, másrészt meg biztonságosan leviszi a nagyon minimális lejtéssel is a vizeket. Hát én bízom benne, hogy szeptemberben, októberben mind a 4 témába szalagot vághatunk, akár egyszerre is. Gőzerővel folynak a munkálatok, hogy Nagymányokon az előzetesen eltervezett határidőig tudják tartani az ütemtervet. Egy topos forrásnak köszönhetően vált korszerűvé a lengyeli faluház. A 250 éves épület energetikai korszerűsítésére nagy szükség volt. Az ünnepélyes átadó alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője rávilágított a közösségépítés fontosságára. Ehhez járul hozzá a közel 60 millió forintos beruházás is, amelynek köszönhetően évi 2 millió forint energiaköltséget takarít meg a település önkormányzata. Kíváncsi! Jó ember! Mit akar? Virágot! Melyiket? A legszebbiket!
A Teveli Szivárvány óvodák és bölcsöde lengyeli tagvódájának műsorával indult a település megújult faluházának ünnepélyes átadása, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy fontos a közösségek erősítése, így azon épületek megléte is, ahol olyan programokat tudnak megvalósítani a települések, amelyeknek közösség összekovácsoló erejük van. Az elmúlt időszakban is, az elmúlt 12 évben is, és a következő években is a legfontosabb az, hogy a közösségeinket megerősítsük, akár itt Magyarországon, akár pedig a Kárpát-medencében, mindenhol, ahol magyarok élnek, erős közösségekről tudjunk beszélni. A közösségi szintereknek a fejlesztése is rendkívül fontos, így például a lengyeli faluháznak a korszerűsítése. Itt most az energia hatékonyságot növelték meg a korszerűsítéssel, 58 millió forintos beruházásról beszélhetünk, ahol gyakorlatilag energia szempontjából, legalábbis a fűtést tekintve szinte teljesen önállóvá tudott válni ez a művelődési ház, illetve faluház. És hát azt gondolom, hogy a jövőnek az egyik útja ez lesz, hogy az energiahatékonyságot mindenféleképpen növeljük, és a helyi lehetőségeket próbáljuk mindig jobban kihasználni. A településen működő óvoda csemetéi, akik remélhetőleg maguk is sokszor megfordulnak, a mára már korszerűvé vált faluházban örömmel készültek a pedagógusok vezetésével erre az ünnepi alkalomra. A körjátékok számos olyan hagyományt elevenítettek meg, ami fontos lehet egy közösség összekovácsolásában, mint például a májusfa állítás. Ház előtt egy májusfa, lányok járják alatta, egy szép legény arra jár. Mit akar? Virágot. Melyiket? A legszebbiket. Akkor a Nellit ajánlom. A falu életében fontos momentumra Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője mellett meghívást kapott a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Fehérvári Tamás és Orbán Attila alelnök is, akik közreműködtek az ünnepélyes keretek között megtartott szalagátvágáson is. A 200 éve még iskolaként funkcionáló épület energetikai korszerűsítésére nagy szükség volt már. Az elkészült fejlesztésnek köszönhetően lengyel település évente megközelítőleg 2 millió forint energiaköltséget takarít meg, tudtuk meg a település polgármesterétől. Nagyon örülünk neki, hogy fel tudtuk üríteni az épületünket. Toppos forrásból tudtuk felújítani, amire összesen több mint 60 millió forintot kaptunk. Ugye, amint említettem a beszédben is, az első körben nem volt elég a pénz, de megkaptuk az államtól a szükséges pluszt is. Nagy szükség van erre itt a faluba, ugyanis máshol nagyon nincs olyan lehetőség, hogy összejöjjenek az emberek, és igény van rá, tehát azt veszük észre, hogy egyre több az igény, főleg itt ebbe a faluba a családos. Tehát itt akkor tudunk szép számmal ide hívni embereket, meg összegyűjteni, ha családostól, gyerekestől lehet jönni, mert eljön a kisbabával, a kisfiúval, az kislánnyal a szülő is, megnézi, hogy szerepel, és nagyon jól érzik magukat. Hőszivattyús fűtésrendszerünk lett, nagy napelemes rendszer van, ami reményeink szerint, ha nem is 100%-ba, de legalább 90%-ba a fűtésrendszerhez áramot is meg fogja termelni a napelem, és így saját forrásból tudjuk a fűtésünket is ugye megoldani, meg ugye nem kell akkor gázzal, meg mással fűteni, így a karbonlábnyomunkat is minél jobban lecsökkentsük, mert a mai helyzetben ez is nagyon fontos. A faluház több funkciót is ellát a település életében, minden korosztály igényeit igyekeznek kielégíteni. A teleház is itt működik, a könyvtárunk is itt működik, számítógépes szobánk is van, amikor a gyerekeknek ide tudnak jönni, akik otthon nincsenek úgy eleresztve géppel, akkor nyugodtan tudnak jönni és használhatják. A könyvtár az épület tetőterében került kialakításra, de ez nem lehet akadály senki számára, aki olvasni szeretne, hiszen az itt dolgozók szívesen segítik azokat, akiknek gondot jelent a sok lépcső. A közel 60 millió forintos topos forrásból a fűtéskorszerűsítés, a napelemes és napkollektoros rendszer kiépítése mellett hőszigetelésre, valamint nyílászáró cserére került sor a lengyeli faluházban. Környezetvédelmi és öko megoldásokkal foglalkozó ismeretterjesztő vetélkedőt rendeztek Cikon.
A megmérettetésen Aparhan, Györe, Tevel, Mórágy és Cikó általános iskolásai vettek részt, ahol az elméleti és ügyességi feladatok mellett gyakorlati példákkal is találkoztak. A kezdeményezés legfontosabb célja a szemléletformálás és a környezetvédelem fontosságának szem előtt tartása volt. A világ tele van válaszra váló csodálatos talányokkal. Hogyan nő egy szilva magnagyságú mag 20 méteres fává, amely ráadásul 50 különböző állatfa él? Vagy hogy hová repülnek télen a madarak, hogyan úsznak a halak? Milliónyi kérdés van, és utazás közben választ kapunk jó néhányra. Többek között ilyen feladattal is találkozhattak azok az általános iskolás diákok, akik részt vettek a cikói ökovetélkedőn. A játékos elméleti feladatok mellett a gyerekek a gyakorlatban is számot adtak tudásukról. Szőpkóstolás és a Butterflip nevű ügyességi játék aratta a legnagyobb sikert. Szabó Eszter elmesélte, nem kapkodták el a feladatok megoldását, inkább a helyes válaszadásra törekedtek. A környezetvédelemről volt szó, hát mi eléggé készültünk erre a versenyre, de sajnos volt, ami nem tudtunk, de hát igyekeztünk nagyon. Nem tudom a pontokat, sajnos pont nem látom abban a szögből, úgyhogy azt ott a fiúk nézték a több csapattársaim. Mondjuk ez nehezebb volt, amikor itt, hogy ki vagyok én, ez a feladat, ezen sokat gondolkodtunk, és sajnos csak később jöttünk rá. De voltak tippjeink, de nem féltünk azért beválni. Próbáltunk inkább nyugodtabban gondolkozni, és végig gondolni a dolgokat. Illés Csaba szerint az érdekes feladatok között voltak olyanok, amikre a megoldást könnyen ki lehetett következtetni. A tippelős feladatok könnyebbek voltak, mivel az előző feladatokból tudtuk, hogy mire számíthatunk. Fábián Luce elmondta, minden feladatnál törekedtek arra, hogy az összes kérdést helyesen megválaszolják. A képek nagyon egyszerűek voltak, meg a túraútvonal is. Igazából nem nagyon volt olyan, vagy nem tudom, nem érzem úgy, hogy volt, ami bonyolultabb. Esetleg a három kép közül, hogy melyik lehet a legelső így. Talán azok. Szeretnénk benne lenni a top 3-ban azért, de hát nem tudom. Szerintem jók vagyunk eddig. Erős Beáta, a zsűri tagja elmondta. A gyerekek a játékos feladatokon keresztül sokkal könnyebben tanulnak. Ez most már 5. éve kerül megrendezésre, sajnos a Covid miatt nem volt rá lehetőség, hogy összegyűjjenek a gyerekek. Egyébként mindig nagy érdeklődéssel fogadják ezt a versenyt, és én azt szeretem ebben, hogy amit eddig nem tudtak, azt most itt van lehetőségük megtanulni és elsajátítani. A cikói iskola szerintem egyébként abban nagyon erős és jó, hogy foglalkozik a környezet tudatossággal, és a tanárok és a diákok is ebben nevelkednek benne, és ehhez szoktatják magukat. Eddig találkoztunk puzzle-lel. Szükség volt arra, hogy ismerik a hungarikumokat, hogy ezeket felismerjék. Másik fajta jellegű képkirakók voltak, illetve párosítás, összekötős játékok, és a nemzeti parkoknak az emblémáit kellett kiegészíteni, úgyhogy nagyon színes a repertoár a feladatokból, és akkor a második részben pedig egy World Café-szerű dolog lesz. Szabóné Bíró Gabriella elmesélte, minden évben változtat a feladat kérdésein, de vannak olyan témakörök, amiket kedvelnek a diákok. Ez egy ilyen ismeretterjesztő, környezetvédelmi, ökomegoldásokkal foglalkozó vetélkedő. A környékbeli falvaknak a tanulói jönnek el hozzánk ilyenkor. Aparhant, Györe, Tevel, Mórágy és Cikó, ugye a résztvevőink. Hát az elsősorban az a célunk, hogy a gyerekek itt picit egy ilyen szemléletformáláson menjenek át, illetve hát erősítsük meg azt, amit ugye tanórákon tanulnak. A környezetvédelmet tartsák fontosnak, szeressék a körülöttük lévő természetet, értékeljék azt. Ez a fő célunk. Általában úgy 6., 7., 8-osok szoktak jönni, jelen pillanatban 3 fős csapatokkal vannak itt. Hát 2 csoportra osztottam a feladatokat. Az első körben elsősorban természetvédelmi dolgokkal foglalkoztunk, például az év élőlényeivel, például a nemzeti parkokkal, hungarikumoknak a természeti környezethez kapcsolódó kategóriájával, és hát ugye ezzel próbáltam változatos feladatokkal megkínálni a gyerekeket. A második részben pedig egy picit az ügyességük, a gondolkodás módjuk, illetve hát egy picit ilyen gyakorlatilag dolgokat próbáltam nekik, ilyen feladatokat próbáltam nekik adni, illetve Butterflip játékkal készültünk, ugye itt ez az újrahasznosítás egyében, hogy egy palackot azért játékra is lehet használni,
aztán szörpkóstolás lesz, gyógynövényekből készült szörpöket kóstolhatnak a gyerekek, és felismerhetik ezeket, illetve szelektív hulladékgyűjtéssel is foglalkoznak majd. A játékos és ismeretterjesztő feladatoknak köszönhetően az általános iskolás diákok könnyedén megtanulhatták, hogyan tehetnek azért, hogy megóvják a környezetüket. Biztonságosá vált a kerékpározás Kakasd és Széptölgyes között. A területfejlesztési operatív program lehetőségeit kihasználva kerülhetett sor a beruházásra, amely a tervek szerint az egyik lépés egy Bonyhád és Szekszárd között kiépülő biciklisútnak. Ezek a kis facsemeték néhány napja kerültek a földbe. Az elképzelések szerint, ha megerősödnek, kellemes árnyékot adnak majd azoknak, akik Kakasd és Széptölgyes között kerékpároznak, futnak vagy csak sétálnak. De ezek a fák az első növények, melyek Kakasd új részét jelzik. Az útmenti területeken akar hosszabb távon a település vezetése telkeket kijelölni az ide költözők számára. Egyelőre azonban a területfejlesztési operatív program forrásának köszönhetően az új kerékpárútnak örülhetnek az itt élők. Ez 2016-os pályázat, amelynek az értéke meghaladja a 122 millió forintot. Maga a pályázat tartalmazott egy 2 kilométeres szakaszt, melyből az épített kerékpárút az 780 métert meghaladó rész, és ehhez 1,2 kilométeres nyomvonal, kerékpáros nyomvonal tartozik. A kerékpárút az a Kakasd és Széptölgyesi részt köti össze, amely a két település rész közötti közlekedők biztonságát szolgálja. Már régóta tervezett, és nagyszerű álom valósult meg ezáltal Kakasdon, és érdekes, hogy nem csak a két település rész közötti közlekedők biztonságát szolgálja, hanem egy generáló szerepe is van, akik ezen a részen, illetve a kerékpár kedvelői részére. Nagyon sokan szeretnek itt kicsi gyerekkel, de önmaguk egy esti levezetésként is kerékpározni, valamint sétálni, futni is ezen a szakaszon. A nyomvonal a 6-os főközlekedési úttal párhuzamosan halad, megadva a lehetőségét az itt élőknek a biztonságos közlekedésre. Mellette egy földmedrű árok kialakítása is történt, és ezek védelmében egy fasort ültettünk, amelyet a 10 millió fa alapítványnak köszönhetünk. A bonyhádi kirendeltséggel vettük föl a kapcsolatot, és tőlük kaptuk szakmai segítséget, valamint a fák is tőlük érkeztek. A magyarországi őshonos fákat részesítik előnyben, tehát azok telepítését szolgálja az alapítvány célja. Mezei juharfákat ültettünk, majdnem 80 fa történt elültetés, majdnem 80 fa elültetése történt. Facebookon meghirdettük az eseményt, és érkeztek lakosok is, valamint olyan diákok, akik köszi programba gyűjtöttek órákat, tehát társadalmi munka keretében történt, egy nap alatt sikerült elültetni a fákat. Kakasd részt vett egy országfásítási programba is, ahonnan 22 fa érkezett, és két helyszínre történt a fák elültetése. A kerékpáros útszakasz megépítése csak az első lépés, mondja Simcsik Orsoly a polgármester, hiszen a hosszabb távú tervekben ennek meghosszabbítása is szerepel. Részben Bonyhád és a Várajai tábor, részben Szekszárd irányába. Mindez összhangban van azzal a megyében futó koncepcióval is, mely preferálja a kerékpáros közlekedés támogató úthálózat fejlesztését. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!